Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. A grémium jóváhagyta a Bogdányi út 41 számú épület felújítása során pótmunkákból keletkezett több, mint 16 millió forintos többletkiadás biztosítását. Kivitelezés. Október 17-én megkezdik a Pipacs utca közvilágításának kiépítését. Állatok világnapja. Az izbégi óvoda és általános iskola vezetősége idén először invitálta a gyerekeket egy közös állatvédelemmel kapcsolatos rendezvényre. Szentendre város képviselőtestülete jóváhagyta a Bogdányi út 41 számú épület felújítása során pótmunkákból keletkezett több, mint 16 millió forintos többletkiadás biztosítását. A sürgősségi indítványokkal folytatjuk a szerdai ülés összefoglalóját. Határozatképes volt a grémium a szerdai ülésén, amelynek kezdetekor a 15 főből csak 13-an voltak jelen, ketten később csatlakoztak. A napirendi pontok elfogadása után az interpelláció tárgykörben egy kérdés érkezett Laharné Szaniszló Évától, amelyre 15 napon belül válaszol a városvezetés. A levelet elolvashatják a szentendre.hu-n a lakosságnak szóló képviselőtestületi ülés meghívók menüpont alatt. Elsőként sürgősségi indítványként a Bogdányi út 41-es számú COP stílusú műemléképület utcai épületrészének tetőrekonstrukcióját tárgyalták a városatyák. A projekt megvalósítására 5 millió forint támogatást nyert pályázati úton Szentendre, a felmerülő többletkiadást önerőből biztosítva. Szeretnék felújítani az épületnek egy részét. Ehhez nyertünk 5 millió forint pályázati támogatást, elindult a beruházás, és kiderült, hogy az épülettel sokkal nagyobb problémák vannak, mint előzőleg látszott. Az ülésen egy statikus szakértő, tervező vázolta a történteket. A kivitelezési munkák 2022. július 18. napján megkezdődtek, viszont előre nem látható tartószerkezeti probléma merült fel, az épület északi oldali oromfala és az udvari hossz homlokzati fal találkozásában függőleges repedés alakult ki, a külső oldalon, a felső szinten veszélyeztetve az épület állékonyságát. Ebből fakadóan mind a fal dúcolásos megtámasztása, az új tervezés, illetve az épület tartószerkezeti megerősítésére vonatkozó árajánlat szerint többletköltség keletkezett. A testület jóváhagyta a felmerülő több mint 16 millió forint biztosítását. Módosították továbbá a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet. A határozat célja nem tud teljes mértékben érvényesülni, és nem kívánatos építési tevékenységek történhetnek, ezért vált szükségessé a mielőbbi korrekció. Az előterjesztés az alaprendelet szövegezése során vétett szövegszerkesztési hiba kijavításáról szól. Itt a szándékunk egyértelmű, és továbbra is fennáll. A rendelet alkalmazása során derült ki, hogy van adminisztratív szükség arra, hogy pontosítsuk a változtatási tilalomról szóló rendeletünket. Erről szól ez a sürgősségi indítvány. 13 igennel elfogadták. Az izbégi csapadékvíz elvezetés kivitelezése során a Kút és a Líra utca területén aszfaltburkolatépítés, útszegély és járdaépítések szükségessége merült fel. A testület úgy határozott, hogy a vállalkozóval kötött szerződés módosításáról a döntést a pénzügyi és ellenőrzési bizottságra ruházza át, ha a PEB jóváhagyja, a pótmunkákhoz 3 millió forint keretösszeget biztosít az önkormányzat. A sürgősségi indítványt egyhangulag jóváhagyták. Normál napirendi pontként az idei első féléves távfűtési üzletek gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató következett. Helyes Imre képviselő intézett kérdést a Városi Szolgáltató Non-Profit ZRT vezérigazgatójához. Azt szeretném megkérdezni vezérigazgató úrtól, hogy tekintettel az október 1-je utáni helyzetre, nevezetesen ahol új gázárral, új kompenzációs támogatással, és új KK-s árral kell dolgozni, ez hogyan érinti
ez az új feltételrendszer hogyan érinti a VS fűtőmű, illetve távhőszolgáltatási divíziójának negyedéves üzleti tervét, illetve eredményességét. Várható-e az, hogy az eddigiekhez hasonlóan esetleg nullszaldós, netalántán valamilyen nyereséggel zárhatja a divízió ezt a negyedévet, vagy ellenkezőleg fönnáll a nagy esélye annak, hogy veszteség, esetleg jelentős veszteség állhat be, tekintettel arra, hogy a feltételrendszer nagyon nagy mértékben módosult. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót az igazgatónak. Röviden összefoglalnám akkor a bizottságon elhangzottakat. Maga a távhőszolgáltatási támogatás az új információ, amiről eddig nem tudtunk, és itt a testület előtt nem tudtunk beszámolni. Nagyjából azzal kalkulálunk, hogy az év végéig a gázszámla, hogyha a tavalyi évethez hasonló fogyasztás várható, akkor az 1 milliárd körüli gázszámlához fog tartozni egy 1 milliárd körüli távhőszolgáltatási támogatás. Tehát a jelenlegi számításaink szerint, hogyha pont ugyanolyan fogyasztási adatokkal fogunk találkozni, mint 2021-ben, akkor a távfűtési divízió várható eredménye az nulla lesz. A problémát vagy a gondot az az okozza, hogy visszatekintettünk több évre, hogy milyen hatékonysággal működnek a különböző időszakokban a kazányaink, akár lakossági szokások hogyan változnak, olyan apró tényezők, ami korábbi években egy lényegesen kisebb gázár mellett és egy lényegesen kisebb távhőszolgáltatási támogatás mellett néhány millió vagy néhány százer forintos mozgást jelentettek az eredménybe, amit adott esetben a távhőszolgáltatási támogatás kompenzált is. Jelenleg ezek a hatások itt jóval nagyobb mértékben fogják befolyásolni az eredményünket, és ez előre nem megjósolható, és nem tudjuk megmondani pontosan, hogy ez mit fog jelenteni. Ez akár azt jelentheti, hogy egy jelentős pozitív eredménnyel zár a távfő divíziónk, ez akár mondjuk egy 40-50 millió is lehet, szélsőséges esetben pedig egy jelentős veszteséggel is, akár 80-90 milliós veszteség is lehet a vége. Ezt most előre nem tudjuk megmondani. Az, hogy ez a, most úgy hívtam, hogy egy ablak, egy nagyjából 150 milliós ablak, ahova esni fog az eredmény, aznak a szélessége pedig azt látjuk, hogyha magasabb a hőmérséklet, akkor ez egy szűkebb ablak, hogyha pedig alacsonyabb és nagyon hideg lesz az előttünk, hideg hónapok várnak ránk, akkor pedig ez egy szélesebb spektrum lehet. A testület tudomásul vette a tájékoztatót. A szerdai ülés összefoglalóját hétfői híradónkban folytatjuk. A Szentendrei Önkormányzat megbízásából október 17-én hétfőn megkezdik a Pipacs utca közvilágításának kiépítését. Olvasható a szentendre.hu-n. A kivitelező a meglévő tervek alapján október 17-e és 21-e között végzi a munkát, amelyről szórólapon értesíti az ingatlanok tulajdonosait. Az érintett ingatlanokhoz a személy- és gépjárműbejárást biztosítják. Tájékoztatnak Szentendre város hivatalos honlapján. A kivitelező a lakosok türelmét és megértését kéri. Október 15-én, most szombaton, zárva lesz Szentendre város egészségügyi intézményei az egészségügyben dolgozókat megillető többletszabadnap kötelező kiadása miatt. Olvasható a SZEI honlapján. Ezen a napon minden ellátás, vérvétel, laborvizsgálat is szünetel, sürgős esetben a szentendrei ügyeletet tudják felkeresni. 1931 óta tartják nyilván október 4-ét az Állatok Világnapjaként. Ezen a napon országszerte szerveznek ismeretterjesztő programokat, melyekkel felhívják a figyelmet a házi és vadon élő állatok iránti felelős magatartásra. Az Izbégi óvoda és általános iskola vezetősége idén először invitálta a gyerekeket egy közös állatvédelemmel kapcsolatos rendezvényre.
Assisi Szent Ferenc elsősorban az állatok védőszentjeként ismert, születésnapján kiemelt figyelmet kapnak az élő lények. A Szent Lászlói úti tagovoda előtt már korán reggel nagy sürgésforgás fogadta a kicsiket. Nem először fog össze az óvoda és az izbégi suli, többféle rendezvényt szerveztek már közösen, de az Állatok Világnapja alkalmából a mostani az első ilyen megmozdulás. Szeretnének hagyományt teremteni ezzel. Segítségünkre volt az Állatmentő Liga, ők azért jobban benne vannak az állatmentésben, már több mint egy éve dolgozunk együtt, több alkalommal is itt voltak nálunk, miután az izbégi óvoda egy környezetvédelmi óvoda is, ezért mindig tőlük kérünk segítséget, és ők voltak, akik ebben most nekünk így teljes komplex tárházat tudtak nekünk biztosítani. Az Állatmentő Liga célja a sérült vagy bántalmazott állatok felkutatása, gondozása, rehabilitációja, az állatkínzások felderítése és visszaszorítása. Rendszeresen tartanak bemutató előadásokat óvodákban és iskolákban. A kéthetes roadshowjuk utolsó állomása ez a mostani. Régen azért kinevettek minket egy-egy helyszínen, hogy mit szeretnénk. Most már a rendőrség teljes együttműködésben dolgozik velünk, és azt mondom, hogy már kezdünk Amerikára, vagy nagyon Európára hasonlítani állatvédelem tekintetében. Nyilván vannak elmaradottak részek, vidék az egy nehezebb dolog, de Pest megye meg Budapest az már eléggé. És a gyerekeknél ugyanezt észre lehet venni, hogy a szülők foglalkoznak ezzel a dologgal. Én pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi a tapasztalat, hogy jönnek otthonról a gyerekek. Hogy jutott ide ez a sokféle és sok állat? Mi ugye ezek mentett állatok, tehát vagy a rendőrség által lefoglalt állatok, amik bűnjelesek, csúnya szóval, és nálunk töltik az idejüket, majd egy idő után a mi tulajdonunkba kerülnek, valamint a barka állatsimogató, akivel közösen mi dolgozunk, ő hozzájuk kerülnek az olyan mentett állataink, akik csúnya szóval haszonállatok, de ez a nevük, tehát hozzájuk kerülnek ezek az állatok, és ők csináltunk egy külön simogatót, illetve van itt lefoglalt kígyó most jelenleg, lefoglalt kutya, lefoglalt cica, ezekkel a gyerek meg tudnak ismerkedni, meg a rendőrautó, amúgy szintén egy élvezet nekik. Mi lesz az állatok sorsa, akiket megmentenek? Évente 9000 bejelentés érkezik hozzánk. Mi ugye inkább Budapesten, de Pest megyében segítünk mondjuk autópálya rendőrségnek, de ezek az állatoknak a nagy többsége egy bírósági eljárás során a bíróság dönt a tulajdonjogukról, és 90-95%-ban hozzánk kerül, és új gazdit keresünk neki. Van egy folyamat, amit sajnos azt végig kell járnunk, tehát a lefoglalás után az orvosi szakvéleményeztetések, az ügyész és a bíróság, de azt mondom, hogy ez egy éven belül legrosszabb esetben is az állatokat tudjuk gazdisítani. Az Állatmentő Liga és sok menhely is többféle módon segíti a befogadókat a felelősségteljes döntés meghozatalában. Karácsonyra nem adunk örökbe állatot, húsvétkor sem, tehát ez a legegyszerűbb egy szülőnek, ingyen van, odaadjuk az állatot, de egy állatot azért a 15-20 évig társként kell tekinteni, illetve felelősséggel tartozunk értük, és minden felelősség a miénk, ezt sokan nem tudják, úgyhogy abszolút nem gondolom, hogy ajándéknak jó lenne egy állat, de azt látjuk, hogy menhelyek is már ragaszkodnak ahhoz, hogy ilyenkor nem adnak örökbe állatot, vagy pedig ugye örökbefogadási díjat kérnek, és akkor aki éppen csak ingyen szeretné, az nem tudja megszerezni ezeket az állatokat. Mi lesz, mennyire van esélye az állatoknak arra, hogy jó helyre kerüljenek a menhelyről? A menhelyeknek van egy szigorú protokolljuk, néha már nagyon szigorú, tehát az emberek már néha azt gondolják, hogy ez túl szigorú. Ilyenkor lehet különböző szerződéseket kötni az örökbefogadásnál, valamint például a kollégáim szoktak olyat, hogy kimennek, hogyha beleegyezik a tulajdonos, ugye mi erre nem kötelezhetjük, de háztűznézőbe, tehát megnézzük, hogy hova kerül az állat, kizárólag ivartalanítva adunk ki állatot, minden állatnál ivartalanítási vagy ivartalanítási szerződése vagy ivartalanítva, és például a macskát nem adjunk kinti létre, csak házba. Az Állatmentő Liga bemutatója mellett több más programmal is várták a kicsiket. Az egyik helyen van állatsimogató, itt a kis sarokban, itt van kecske, tengeri malac, nyuszi, kakas, tulajdonképpen egy teljes kis állatpark. Van mentőautó, amivel az Állatmentő Liga menti évközben az állatokat, illetve a újpesti
rendőrségtől is egy rendőrautóval jöttek ki a kollégák, akik szintén segítségükre vannak a mentésben, az állatok mentésében. Ők elmondják, hogy ők miben tudnak segíteni az állatvédőknek, és a lent az óvoda udvarán pedig az állatorvos vizsgálja a gyerekekkel közösen a kutyákat, akik ott vannak. Az intézmény vezetőnek jók a tapasztalatai. A gyerekek egyre többet tudnak az állatokról, egyre tájékozottabbak. Az idei évben egy állatorvost is meghívtak a rendezvényre, aki reményeik szerint még inkább hozzájárul majd az ismeretterjesztéshez. Gyetvai doktor szavai általában értő fülekre találnak. Már voltam több helyen iskolákban, főleg ilyen pályaorientációs napokra szoktak fölkérni, és akkor megpróbálom röviden, tömören előadni, hogy mégis egy állatorvos mivel foglalkozik. Én ugye inkább klinikus vonalon dolgozom, de az állatorvosi munkának azért nagyon szerteágazó területei vannak. Mennyire érdeklődőek a gyerekek? Nagyon, nagyon érdeklődőek, és tényleg még a legapróbbak is fölismerték röntgenképpen, a kisebbek csontnak mondták, a nagyobbak meg tudták nevezni, hogy röntgenkép. Érdekelte őket a fonendoszkóp, mindenki meghallgatta a kutya szívhangját, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok, érdeklődő csapat. Létezése manapság már nem függetleníthető az emberektől, épp ezért nagyon nagy a felelősségünk. A védelmükre hozott jogszabályokat alkotó szakemberek, vagy az állatmenhelyeken dolgozók mellett mindannyiunk feladata, hogy figyeljünk és vigyázzunk rájuk, ne csak október 4-én. Végül a várható időjárásról. Szombaton egy meleg front miatt nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés keleten várható. A csúcshőmérséklet a tartósabban felhős, időnként csapadékos északnyugati tájakon 15-16 fok körül, máshol 17 és 22 fok között alakul. Vasárnap túlnyomóan napos, száraz idő várható. A helyenként élénk délies szélben 19 és 24 fok közé melegedhet a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Még egyszer, röviden. Szentendre város képviselő testülete jóváhagyta a Bogdányi út 41 számú épület felújítása során pótmunkákból keletkezett több, mint 16 millió forintos többletkiadás biztosítását. Hétfőn megkezdik a Pipacs utca közvilágításának kiépítését. Október 15-én, most szombaton, zárva lesz Szentendre város egészségügyi intézményei. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét, viszontlátásra!